A párkapcsolatok, házasságok esetében az egyik legfontosabb dolog a harmónia. A minél harmonikusabb párkapcsolatok érdekébe a házasság hete rendezvénysorozathoz kapcsolódva a két igen alapítvány szervezésében tartottak randi estet pároknak annak érdekében, hogy tudatosan, hosszú távra tudják tervezni közös életüket. Király Zsuzsanna, az alapítvány egyik képviselője arról beszélt, mik is azok a dolgok, amik fontosak ahhoz, hogy hosszú és boldog kapcsolatban tudjunk élni. Azt gondolom, hogy vannak személyes dolgok is. Talán mindenkire igaz lehet az, hogy a kommunikáció, meg az, hogy mélyen és többet tudjunk a hétköznapokban beszélgetni, mint amennyit eredetileg gondolnánk. Tehát, hogy foglalkozzunk egymással. Én szerintem ez nagyon fontos, hogy igazán egymásra tudjunk hangolódni a hétköznapokban is. Makovszky Miklós, Király Zsuzsanna férje és az alapítvány előadója elmondta, az ilyen események az ő kapcsolatukat is hozzásegítik ahhoz, hogy harmóniában tudjanak élni kedvesével. Az, hogy ilyen programokon közösen veszünk részt, és ezt itt a részvevőknek is majd szívesen elmondjuk, hogy többek között azért vállaljuk, hogy ilyen programokat szervezzünk, és ezzel egy picit tudjuk támogatni másnak a házasságát, mert közben a mi házasságunk is támogatást kapt. Ez nagyon fontos számunkra, hogy így ezt együtt, ketten tudjuk csinálni, és azok a feladatok, azok a beszélgetések, amik itt a párok között majd lezajlanak, hát ezek köztünk is lezajlanak szinte minden alkalommal, és ez ugyanúgy számunkra is nagyon hasznos, mint reméljük, hogy majd az itt jelenlévők számára is. Az este folyamán a résztvevőknek különböző beszélgetős, társas feladatokat kellett elvégezniük, valamint a többi résztvevő párral is beszélgetniük kellett. A két előadó elmondta, az ilyen közös élmények azok, amik igazán összehozzák az élettársakat.